hatalmas ritkaság következik, ugyanis Nyerte Zsuzsa elhozta hozzánk testvérét, dr. Kardos Juditot. És ez azért is ritkaság, mert hogy nagyon ritkán jössz haza Magyarországra, ugye? Tehát, hogy évente egyszer vagy. Igen, vagy hát igyekszem, kétszer. Ebben az évben háromszor voltam, mert édesanyám októberben összetörte a gerincét, és így aztán januárban egész hónapban itthon voltam. Próbáltam ápolni, meg orvosi segítséget találni neki, aztán visszajöttem márciusba két hétre, és most megint itt vagyok. És decemberben megint visszajön, mert igen. Akkor meg a 60. házassági évfordulójukat fogják ünnepelni. Ó, gratulálunk. Tehát ez egy kivételes év, mert ilyen nem volt még, hogy én szervezitek, ugye? Ti szervezitek az évfordulót? Persze, hát most nézik, úgyhogy meglepetés buli lesz. Viszont nagyon nagy harmóniában vagytok, összeöltöztetek. Igen, megbeszéltük. Szép. Szerencsére van egy harmadik tesónk, a drága Andika, aki tőle 7 évvel, nálam 15 évvel fiatalabb, és ő gondoskodott arról. Nekem ez a ruhám már megvolt, Andika megbeszerzett egy ilyen színű pólót. Egész véletlenül egyébként, soha nem beszéltünk össze. Még soha. Tényleg. De nagyon jól áll neki. 7 év vált be családban? Igen, 7 évenként születtek a testvéreim. Úgyhogy én vagyok a legidősebb, a Judit az 7-tel, és a Andika Nyertes Andrea pedig, ő már volt itt nálunk, úgyhogy őt ismeritek, ő meg 14 és féle idős. És milyen volt felnőni együtt? Én egyke vagyok, tehát nagyon mindig kíváncsi vagyok arra, amikor így több testvér él együtt, hogy ez... Nehéz volt, biztos voltak nehéz időszakok, meg... Három nagyon különböző nő nőtt föl egyszerre, aha. És így igaziból nem voltak nagyon nagy surlódások, mert ugye én matematikával, filozófiával, klasszikus zenével foglalkoztam, a nővérem ugye színésznő, és a húgunk pedig egy marketing menedzser, közgazdász, tehát teljesen különböző, és azt hiszem, hogy nagy szeretetben nőttünk föl, a szüleink nagyon, nagyon mély szeretettel vettek minket körül, nagy gondoskodással, és hát szerintem nagyon szórakoztató volt, tehát a Zsuzsival fölnőni, tehát ő otthon is ilyen, tehát folyamatosan szerepel, és cuporkázott, tehát nagyon szórakoztató utazásaink voltak például. Kiegészítették egymást. Igen, igen, tehát én nagyon jól szórakoztam, megmondom őszintén. Tőlem kérdezték, hogy gyerekkorunkban, hogy milyen az emlékem, hát ugye én 7 évig egyke voltam, és akkor őszintén elmondtam, hogy nekem ez nagyon nagy törés az életben. Igen, az, hogy 7 évig körülöttem forgott a világ, én voltam mindenkinek a szemefénye, a nagyinak, a maminak, a anyunak, az apunak, és erre jön valaki, aki elbitorolja az én titulusomat, úgyhogy az elején azért nem nagyon örültem azt neki. Azt hiszem, ez normális. Aztán természetesen tényleg a legjobb testvér. Hát akkor az elején még nem úgy működött, hogy te segítettél pelenkázni és etetni. Nem, őt nem. Őt nem. De az Andit már igen. Andit már igen. Andit azt már mind a ketten. Mert hát ő ugye nekem olyan volt, mint az első gyermekem, úgyhogy a mai napig is fölhívom, hogy szia baba, mi van? Közben már ugye négy gyerekes családanya, és hát ő is most már 40. 41. Hát ne áruljuk el a korokat, talán. Ne áruljuk el. És most hogy tudják feldolgozni ezt a nagy távolságot? Hiány van? Hogy tudják tartani a kapcsolatot? Én nagyon örülök, hogy ugye az internet most már megszüntette a távolságokat. Igen. Tulajdonképpen. Tehát édesanyámokat is napi szinten láthatom Skype-on, a Viber, ugye, az teljesen ingyenesen összeköt minket. Tehát van úgy, hogy megyek dolgozni az egyetemre, és közben eszembe jut a nővérem vagy a húgom, és akkor fölhívom akár 5 percre is, és ez teljesen működik. Igen, tehát működik. Ez egy nagy csoda számomra legalábbis, ez egy igazi érintés csoda. Mégis azért egy fontos dolog, és... Hát hál' Isten, a Zsuzsi is volt nálam sokszor, aha. Mert ugye kijár szerepelni néha az Egyesült Államokba, és akkor mindig megáll nálam egy pár napra. Igen. Úgyhogy összekötjük a kellemeset a hasznossal, uh-huh. És a húgunk is volt nálam egy párszor gyerekekkel együtt, tehát azért mi elég sűrűn látogatjuk egymást, és a szüleim is sokat jöttek. Neki is 3 gyereke van. Úgyhogy, igen. Hát már nagyok. Nagyok az egyikre, ha mind a 3-ra büszke lehetsz, mondd el, azért a Jordi az ugye... Nagyfiam jövőre doktorál genetikából, igen, a középső a statisztikus, és a igen. Kislányom az pedig, hát ő 16 éves, de ő drámaírónak, illetve ilyen tévéírónak készül. Várom, írt egy darabot csak nőknek, úgyhogy várom, hogy elküldje a Judit. De jó, és a ő ír darabot, és te fogod előadni. Hát na, igen. Most májusban volt a bemutató New Yorkban, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, mert 16 évesen, 2-20 évessel NYU diákkal írt egy darabot, és ezt be is mutatták. Hát egy kis színház nyilvánvaló, tehát nem a Broadway-en, de nagy siker volt, és most is egy alkotótáborban van Philadelphiában, egy színháznál dolgozik most éppen, úgyhogy azért nem tudtam hazahozni, mert ez neki nagyon fontos volt. De jó. Tényleg sikeresek a gyerekek, mindenhol, tehát azt mondhatnám, hogy az összes 8 unoka ebben a családban. De mikor mentél ki?
1988. decemberében mentem ki, mert férhez mentem az Egyesült Államokba, és hát azóta ugye kisebb megszakításokkal voltam itthon 2 évet így szabatikálon, tehát egy-egy év ilyen fizetett szabadságon, és akkor az ELTE-n dolgoztam, és a legutoljára 97-98-ban voltam így itthon, úgyhogy azóta. Most jövőre nem, de a következőbe tervezem megint, hogy akkor itthon leszek megint egy évet. Hát azért ő Amerikában szerezte meg a doktorátusát, itthon elvégezte ugye az ELTE, matematika, filozófia szakot, otthon Amerikában ezt elfogadták, és a doktor Kardos, hát akkor már fölvette a férjének a vezetéknevét, azt Amerikába, tehát én barom büszke vagyok a Juditra, tehát ő ugyanúgy, mint én a színpadon, ő meg a katedrán áll, egyetemen tanít, azért az nem semmi ott Amerikában, hogy ő egy, hát mert bevándorlónak számít az, hogy így megbecsülnek téged, és igazából szeretnek. Azt kell mondanom, hogy az Egyesült Államokban nincsen megkülönböztetés, tehát csak azt nézik, hogy mit tudsz, és soha nem éreztem egy pillanatig sem, hogy akár nőként, akár pedig a külföldről érkezőként valamikor is volt valamiféle megkülönböztetés, vagy azt választották volna, aki amerikai, tehát nem, ilyet nem tapasztaltam egyáltalán, tehát nagyon pozitív a számomra. Nagyon pozitív. És miket csinálnak itthon együtt ilyenkor, amikor találkozunk? Például együtt elmegyünk jogázni, azon felül, hogy a család együtt van, és jókat eszünk, jókat iszunk, le voltunk a Balatonon, azért elment a Judit egy hétre Görögországban, mert itt van vele a barátja, mármint a párom, mindegy, a párom, igen, egy kicsit nyaralni. Igen, és hát most, ha minden igaz, akkor újra megnézi. Szerdán lesz a Néma Levente az Éles Színnel, és Céliát ugyan már látott engem 7-8 évvel ezelőtt, de most szerintem újra megnéz, most pont holnap után, itt hát igen, a Vajdaminyakvárában egy nagyon szép helyen fogunk játszani, úgyhogy ilyenkor, ha játszom, akkor eljön megnézni, imád engem színpadon nézni, és a legkomolyabb, legerősebb kritikusom, és szemembe mondja a valót, úgyhogy nem kerte. Nem. Én szeretem az ő ilyen őszinte stílusát, és azt is, hogy mondjam el, hogy ő ahhoz képest, hogy matematikus, tehát mindenről, a párkapcsolatokról, a vallásokról, a gyógymódokról, olyan okos és olyan bölcs a húgom, hogy most, amíg jöttünk idefele, megint tanultam tőle, pedig csak egy fél órát utaztunk együtt, már megint másképpen állok a világhoz, meg az élethez, állandóan tanulok tőle, úgyhogy ezért sajnálom, hogy ilyen messze van, mert lehet, hogy sokkal okosabb lennék, hogyha itt lennél közelebb jobban. De jó, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, hát akkor még csajoskodjatok egy kicsit, amíg itthon vagy. Jó, köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy itt voltatok.